13 beteg példáján keresztül demonstrálom a papilláris karcinoma, a leggyakoribb pajzsmirigy malignóma ultrahang diagnosztikáját. Az első eset nagyobb részt típusos képet mutat, ehoszegény, ventrálisan elmosódott határú göb, keringés azonban nincsen benne, mint hogy a papilláris rákok több mint felében csökkentebb a vaszkularizáció. Épp jobb lebeny, haránt metület, bal lebeny centrális részén pedig itt az ehoszegény göb, mikrokalcifikációkat több helyen is lehet a göbön belül látni. A keringés nem demonstratív, ugyan statisztikailag szignifikánsan gyakoribb a 3-as típusú fokozott intranoduláris keringés, de ez egy-egy beteg kapcsán sajnos nem segíti a diagnosztikát. Az elmosódott határ, az ehoszegénység, ami figyelemfelhívó. Itt egy másik, jóval kisebb ehoszegény, apró ehogazdag gócot tartalmazó képlet, a lebenyen belül több gócúnak mutatkozott a malignus elváltozása szövetlen vizsgált tanúsága alapján. Mindenképpen az átlagosnál lényegesen nagyobb gyanút kelt ez a kép malignitás kapcsán. Nyirokcsomót keresek, és egy kis ehoszegény területben találok is, ahol nincs keringés ventrálisan, ott lehet látni. Látóteret elborító sűrűséggel látható koloidmentes háttérben papillák, kinagyítva kompakt, torlódott sejtcsoport mutatkozik, és ez a döntő, számos magban grúvot látunk a papillárisság nagyon specifikus citológiai jegyét. Jobb lenye ebben a vetületben épp, göbmentes, viszont az iszmikus részen ábrázolódik egy ehoszegény göb. Itt most már közvetlen az iszmikus részt mutatom. A göbben apró mikrokalcifikációra utaló jelek észrelhetők, a keringés nem jellegzetes. A bal lebeny szintén épp, egy apró ehoszegény felritkulást leszámítva. A látótér közepébe hozom a papilláris rákot mikrokalcifikációval. A citrogéképpen kifejezett papillarizáció látható, nagyobb nagyítással figyelhetők meg ugyanezek, itt egy kompakt papilla látható. A citrogéi kép egyértelmű volt, a szövetlenül vizsgált megerősítette a betegnél a papilláris rákot. Papilláris mikrokarcinoma esetét mutatom. Jobb lebeny ventrumedrális részén egy elmosott határú ehoszegény, egy mikrokalcifikációt is tartalmazó képlet, ez pedig egy ártalmatlannak bizonyult kis szerkezeti eltérés. Pirossal a mikrokarcinoma, zölddel az ártalmatlan szerkezeti eltérés. Érdemes a határokat megfigyelni, az keltett leginkább gyanút. Másik vetületben ugyan ezt mutatom. Folyamatos felvételen mikrokarcinóma most, ártalmatlan szerkezeti eltérés most. Mikrokarcinóma, ártalmatlan szerkezeti eltérés. Hosszmetszetben valamennyire be lehet hozni egymás alá a kettőt, tehát bal oldalt a nem teljesen szabályos szélű mikrokarcinóma, jobb oldalt pedig az ártalmatlan szerkezeti eltérés. A keringés nem jellegzetes. Az átlagosnál nagyobb gyanút a mikrokalcifikáció léte, valamint a nem teljesen szabályos határ keltett benne. 5 mm-esnek bizonyult az elváltozás. Kis nagyítással még nem pregnáns a kép, a nagyobb nagyítás viszont diagnosztikus volt. A zöld nyíllal inklúziót, illetve grúvot mutatok, nagyobb nagyítással még egy sejtcsoport. A dupla nyíl grúv, a szimpla nyíl inklúzió papilláris karcinomát igazolt a szövettan is. Papilláris rák esetét mutatom. Bal lebeny centrális részén egy ehoszegény nem teljesen szabályos göb figyelhető meg. Keringése az igen csekély. A zöld nyilak mikrokalcifikációkra mutatnak, fényes fehér pontokra a göbön belül. Ez a szabálytalannak itt is jól megfigyelhető. A szúrcsatornát jelzik a kék nyilak,
a zöld pedig a tű végét egyik útrang vezérelt szúrásnál. Ez a kép szintén útrang vezérelt mintavétel bizonyítéka arra, hogy jó helyen járt a tű. A jobb lepeny épp, göbmentes, keringése is átlagos. A bal lepenyben itt a daganat, az EO szegénység, a mikrokalcifikációk, illetve a göb szabálytalan volta mind olyan egymástól független figyelemfelhívó jelek, ami azt valószínűsítette, hogy nagyobb az esély ennek a betegnek arra, hogy rákos folyamata van. Itt a hosszmetszetben még inkább jól látható a szabálytalan, kissé elmosódott határa a göbnek. A keringés ezzel szemben nem a típusos. Útrang vezérelt szúrás következik. Indul a tű, ott a szúrcsatorna is megjelenik a tű vége a göbben most. Még egy útrang vezérelt mintavételt mutatok. Itt is jól lehet majd látni most a tű végét a göbben. Hatalmas mennyiségű papillát látunk kis nagyítással, ugyanezek nagyobbakkal. Ez még nem feltétlen lenne papillárisság bizonyítéka, annál inkább az, hogy a zöld nyilakkal jelzett inklúziós magból számosat látunk ebben a vetületben. Két éves előzménye van ennek a betegnek. Jobb lenyben lévő EO szegény göb a négy nyíl egy-egy mikrokalcifikációra mutat a göbön belül. A göb nem teljesen szabályos határú, nagyon hasonló képet tud mutatni egy dökerven tiroiditis is. Viszont fokozott a göbön belüli keringés, és hát nem volt tiroiditiszre utaló jele. A két zöld nyíl egy-egy nyakon lévő artériára vagy vénára utal, a kék pedig a metasztatikus nyirokcsomóra a pajzsmirigy felett. Ebből nem lehet eldönteni, de a keringés vizsgálat eldönti, hogy melyik az érárnyék és melyik ami parenchima. A felső az ami parenchima, a másik kettő pedig érárnyék. A folyamatos felvétel a nyirokcsomókereséssel indul, pajzsmirigy felett vagyunk, ott egyértelmű érárnyék, és hogy mozgatjuk a fejet, bevillan a ventrálisan elhelyezkedő parenchima a dorzálisan lévő két keringéses érárnyék mellett. Jobb lebenyben vagyunk, harántmetszet, szabálytalan, elmosódott határú, mérsékelten EO szegény göb, amelyben egy-egy mikrokalcifikáció villan be. A keringés fokozott, ami segíthet, de nem perdöntő papilláris karcinoma vonatkozásában. Bal lebeny teljesen épp. Jobb lebeny, még egyszer a tumor. Diszociált lazas struktúrákban megnagyobbodott atípusos follikulus sejtek széles citoplazmával, típusos inklúziót látunk több magban is. Itt a szálkás kromatinra hívom fel a figyelmet, és egy-egy grúv figyelhető meg. Az utolsó képen pedig egy osztódó alak, amit azért a pajzsmirigyben igen ritkán látunk. Jobb lebeny isztmikus részén EO szegény göb a nyilak mikrokalcifikációs gócokra mutatnak. Az EO szegénység mellett a mikrokalcifikáció, illetve a göb kissé szabálytalan határa, ami az átlagosnál gyanúsabbá teszi karcinomára ezt a göbet. A keringés inkább csökkent. Normál része a jobb lebenynek, szabályos a keringés is. Ahogy azonban haladunk az isztmusz felé, azaz a lebeny mediális részén itt felvillan, láthatóvá válik a göb. Gyakori egyébként, hogy az isztmikus részen van göb. Hosszmetszetben, ugye a jobb oldalon, azaz a lebeny alsó pólusában helyezkedik el a göb. A bal lebeny épp, a keringése is szabályos. Tehát, ahogy mondtam, az isztmikus részen szignifikánsan gyakrabban helyezkedik el papilláris karcinoma, mint a lebeny más részein. Mikrokalcifikációban gyanús. Laza, nem jellegzetes és nem diagnosztikus struktúra, nagyobb nagyítással még mindig nincs diagnózis, de a legnagyobb nagyítással a szimpla nyilak grúvokra, a dupla nyíl a kép jobb oldalán pedig egy inklúzióra mutat, papilláris rák egyértelmű. Az előzmény érdekes,
12 évvel korábban teresség alatt fedeztük föl papilláris rákját, amely a szövettani vizsgálatnál egy góccó évben eltávolított mikrokarcinomának bizonyult 9 mm-es nagyságúnak, nem kapott kiegészítő kezelést. Rendszeres gondozás során most megjelent a bal lebenytől laterálisan egy nyirokcsomó az útrankép, teljesen egyértelműen a papilláris rák gyanúját veti fel, ehhoz szegény inhomogén képet. Itt a jobb lebenynek a helyét keresi az ember útrangon. Nincsen, mert ugye teljes pajzsnyi eltávolítás megtörtént a műtét során 12 évvel korábban bal lebenyben sem mutatkozik épp állomány. Viszont a bal lebenytől laterálisan itt jól lehet látni ezt az ehhoz szegény inhomogén mikrokalcifikációkat tartalmazó képletet, jól lehet látni a felvillanó fényes pontok jelentik a mikrokalcifikációt, a keringés átlagosnak tekinthető, nem jellegzetes. Ugyanez hossz metszetben jól lehet látni a két világító fehér pöttyöt a göb közepén, ezek a mikrokalcifikációs gócok. Útrangvezérelt szúrás következik. Ott lehet látni a tű végét. Papillákat látunk kolloidmentes háttérben, kisebb nagyítással egyértelműen kiterjedt papillarizáció figyelhető meg, itt pedig a grúvok révén citológiailag is diagnosztizálható egyértelműen papilláris ráknak a metasztázisa. Szövettan igazolta mindezt. Szűrő vizsgálat során találtak egy 11 mm-es göböt. Bal lebeny ventrális részén kissé mérsékelten ehhoz szegény, a kolorral jól láthatóan tokkal övezett köb helyezkedik el. Először a jobb lebenyt mutatom, ahol épp viszonyokat látunk. A bal lebenyben fentről indulunk, és ahogy haladunk lefelé, az alsó pólus ventrális részén találjuk ezt a kissé mérsékelten ehhoz szegény göböt. Grayscale móddal nem egyértelmű kolorral, viszont igen, hogy tokba zárt az elváltozás. A szerkezet alapján az átlagosnál inkább kisebb volt a malignitás kockázata, de hát meg kellett szúrni, azt gondolom, ezt a göböt is. Hürtle sejteket mutatott a citológia, gyakorlatilag kizárólag onkocitákat figyeltünk meg a keneten, lazább csoportokban és diszociáltan. Hürtle sejtes tumor volt a citológiai diagnózis, a szövettani vizsgálat pedig papilláris karcinoma hürtle sejtes variánsát igazolta. Balönyben lehet látni egy ehhoz szegény apró ehhodens területeket, mikrokalcifikációkat tartalmazó göböt. Jobb lebeny, haránt átmetszett, normális, épp viszonyok, keringés, átlagos. A bal oldalon viszont itt lehet látni a lebeny ventrális, centrális részén ezt az ehhoz szegény göböt. Jól megfigyelhető a néhány apró felvillanó ehogazdag góc, ami picike mikrokalcifikációnak megfelel. Keringés az átlagosnál inkább kisebb. Jellegzetes, hogy nem teljesen szabályos a széle a göbnek. Útrangvezérelt szúrásnál a tűhegyére mutat a nyíl. Majd pedig a videó felvételen mutatom az útrangvezérelt mintavételt. És még egyszer itt majd jobban lehet látni a tű végét. Most ott jelent meg. Citrogé kép jellegzetes, kifejezett papillarizációt mutat, nagy nagyítással pedig több sejtben inklúziót, világos hólyagot lehet látni, az egyikre nyíl mutat, egyértelmű volt a citológiai diagnózis is, a szövettan pedig megerősítette a papilláris rákot. Jobb lebenyben egy ártalmatlan ehhoz szegény szerkezeti eltérés mutatkozik először, bal lebeny haránt metszetben pedig egy cisztikusan degenerált ehonormál kis ehhoz szegényebb göb, nincs keringés a növedéken belül. Itt jól lehet látni a két mikrokalcifikációs gócot növedékben, nyillal jelezve. Folyamatos felvételen jobb lebeny harántmetszetben a kis szerkezeti eltérés, majd pedig bal lebenyben a papilláris ráknak bizonyult göb. Hossz metszetben itt a mikrokalcifikáció,
nincs keringése, hogy az álló felvételen is mutatkozott. Itt a tű végét lehet látni a göbnek a dorzális részén, nyíllal is jelzem, hogy hol az útrang vezérelt szúrásnál a tű helye. Majd pedig a folyamatos felvételen először itt van a szerkezeti eltérésből a mintavétel. Kis nagyítással, papilliform képet, ciszta sejtek mellett, itt ugyanez nagyobb nagyítással, papilláris karcinoma gyanúja volt a citológiai vizsgálat, a szövettan pedig igazolta a rákot. Toxikus multinoduláris golyva miatt kezeltem ezt a beteget, ez már nem az első vizsgálata volt. Eogazdag göbök jelentik a pajzsmid nagy részét, igen nehéz tájékozódni, mert jelentős nagyobbodásról van szó. Eogazdag göb egy másik, kettő között van egy gyanús terület. Ezt mutatja ez a felvétel, fokozott a keringés, van benne egy durva meszes góc, és érdemes megnézni, hogy a mélységállítás 5,7 cm mutat, és még itt sem lehet látni a lebeny dorzális részét. A videó nagy része a kis szerkezeti eltérés keresgélésével telik, ez körülbelül térfogatban 50% része a mellette lévő nagyobb göbökének. A durva meszes góc, ami hangárnyékot ad, az utal arra, hogy jó helyen járunk, most éppen középen van a kis gyanús szerkezetű rész. Látótérbe hozni is igen nehéz ezt. Ott van, és van benne talán mikrokalcifikáció is, ez keltett leginkább gyanút, nem is az apróbb durva messzesedés, hanem a mikrokalcifikáció, illetve a fokozott keringés. Még egyszer kinagyítva, illetve megállítva a felvételt, itt lehet látni. Ultrahang vezérelt szúrás, jól lehet látni, ahol a szerkezeti eltérés fölött mozog a tű. Ez pedig egy nyirokcsomó a nyakon, a pajzsmid felett és laterálisan nincs keringés az eoszegény területnek megfelelően, tehát nyilvánvalóan nem érképletről van szó. Ennek a citológiai vizsgálata a jó indulatú reaktívá változást mutatott. A beteg végül műtétre került, és a strumanodóza mellett egy 5 mm-es egygócú papilláris mikrokarcinoma igazolódott. Egy multinoduláris megjelenésű papilláris rákot mutat az eset. Jobb lebenyben egy ártalmatlan göbkezdemény a centrális részen, eonormál tokkal övezett, ez benignusnak bizonyult. Ezzel szemben a bal lebenyben nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy egy, kettő vagy három göb látható-e. Önmagában a szabálytalan alak, ami gyanút kelt, és a dorzális résznek az inhomogenitása. Itt ebben a látótérben látható a dorzális, kicsit gyanúsabb szerkezetű rész, benne mikrokalcifikáció is. Tehát az alsó pórus egymásra adt két göb, itt a hosszmetszetben talán jobban lehet látni, bal oldalt a felső pórusban egy különálló, a középső harmadban egymásra adt két nem jól elkülöníthető. Hát egyértelmű a citológiai indikációja, mikrokalcifikáció szabálytalan alak miatt az átlagosnál nagyobb a malignitásnak a rizikója esetben. Egyébként egy T4-es tokot áttörő elváltozásnak bizonyult. Ami szokatlan, hogy keringés van a göbös részen belül, itt is jól lehet megfigyelni, ez a papilláris rákban igen ritka helyzet. Jobb lebeny mérsékelten eoszegényebb, keringés nincs benne. A bal oldalon a mérsékelten eoszegény alapállományban egy elmosódott határú eoszegény mikrokalcifikációkat tartalmazó göb. Keringés nem mutatkozik benne. Mindenképpen gyanút kelt, hogy nem élesek a határok, illetve az egy-egy apró eogazdag góc is. Egy útrang vezérelt szúrás, ami papilláris rákot igazolt, amit a szövettan megerősített.